Az utóbbi időszak sikertelen szereplése miatt a Szentlőrinc MB2-es labdarúgó csapatának vezetősége Jeremiás Gergővel egyetértésben a múlt vasárnapi Budafok elleni vereséget követően úgy döntött, hogy közös megegyezéssel szerződést bont. Mivel a bajnoksága megszokott ütemben folytatódik tovább, gyorsan kellett megoldást találni. Március 1 a legutóbb a szintén a Mercantil Bank ligában szereplő BFC Siófokot irányító Domján Attila vette át a csapatot. A 2022-23-as kiírás tavaszi szezonjának hátralévő részében. A 45 éves szakember jól ismeri a másodosztály mezőnyét, és hasonló játékstílust képvisel, mint ami eddig a Szent Lőrincre jellemző volt. Minden edzőváltás valamilyen hatást kívánt a játékosokba, valakiben pozitív, valakiben negatív. Megpróbáljuk ezt összefésülni, hogy mindenkivel inkább a pozitív oldala jöjjön elő megpróbálunk a héten jó hangulatot teremteni a csapaton belül, egy kicsit felszabadultabbá tenni a játékosokat. Nyilván van rajtunk eredménykésznek kell gyűjteni a pontokat. Rivális ellen játszunk hétvégén, úgyhogy mindent megteszünk, hogy eredményesek legyünk. A HR rend Kozármisleny vezetősége és Szekeres Zoltán a másodosztályú csapat eredményessége és a bennmaradás elérése érdekében szintén szerződést bontott március 1 -ével. Mivel a gárda hétvégén már újra pályára lép, itt is gyorsan kellett dönteni. Márton Gábor, aki a klubbal korábban is sikeresen szerepelt, az akkori csapatot az MB2-es ezüstéremig vezette, komoly első osztályú tapasztalattal a háta mögött tér vissza Kozármislenybe. Ráadásul legutóbbi csapata az MTK elleni találkozón mutatkozik be a közönségnek. Van egy érzelmi kötődés az embernek, azért csak itt kezdtem edzősködni, hogy, hogy alkalmasnak találnak arra, akkor, akkor nyilván ez részemről egy mindenki tudja, egy legkisebb költségvetésű klub, tehát ettől függetlenül nyilván nem ez határozza meg, hogy ki hol van. Úgyhogy nyilván ezért, ezért vállaltam be ezt a, ezt a dolgot, megpróbálok segíteni, hát varázsló nem vagyok, de bízom benne, hogy tudunk egy olyan fordulatot hozni a csapat életébe, ami, amivel egy kicsit el tudunk lépni innen hátról, és a minimális lehetőség meg lesz a végén, hogy bemaradjunk. A Hárrend Kozármislány labdarúgó csapat, amely négy pontra van az osztályozós helyektől, és 8 pontra a biztos bentmaradástól, vasárnap 14 órától fogadja az MTK gárdáját. Az osztályozós helyen álló Szentlőrinc pedig vasárnap a Moson Magyaróvár vendégeként lép pályára.